Jó estét kívánok! Magyarországon ritkán rendeznek nagy zenei vagy sporteseményt. Idén lesz egy nagy zenei esemény, a Womex, ami egy világzenei világtalálkozó, ha úgy tetszik, és itt üdvözölhetem a programigazgatót, Weyer Balást. Jó estét! Jó estét kívánok! Köszönöm a meghívást! Ha jól tudom, ugye Kelet-Európában még sose volt Womex, sose rendeztek meg. Hogy sikerült Budapestre csábítani? Tényleg nem rendeztek még soha, és szerintem az, hogy a mi pályázatunk sikeres lett, ugye ugyanúgy pályázni kell mindig, mint egy olimpiára, hogyha már a sport hasonlatot használtuk. Ebben nagy szerepet játszott az is a sikerünkben, hogy legfőbb ideje volt, hogy egyszer legyen már Kelet-Európában. Igaziból régi terv volt, mindenki szerette volna, hogyha lesz egyszer itt, és amikor mi pályáztunk, akkor pályázott például Varsó és Poznan is, tehát nem mi voltunk az egyetlenek a térségből. Amivel nekünk sikerült nyerni szerintem, az az, hogy amikor az egész világzene, mint szakma kitalálta magát, mint ugye, kvázi mozgalom elindult a 80-as években, akkor ott az elsők között, meg az előképei között nagyon sok magyar vonatkozás volt. A muzsikás akkor már nemzetközileg ismert volt, tehát amikor kitalálták ezt a szót, hogy világzene, akkor nagyon sokan már a muzsikásra is gondoltak pár más előadó mellett, aki akkor már híres volt, Cezári Evora vagy Salif Keita. Ugye itt ez konkrétan úgy zajlott 1987-ben, azt is meg lehet mondani, hogy június 29-én 19 ember ült le, hogy na, kitaláljanak valami nevet ennek a sok egyéb lemeznek, mi akkor volt. És az egész világzenei megközelítésnek, aminek tudományosan az etnomuzikológia az alapja, annak pedig Bartók és Kodály nagy előképei. Úgyhogy Magyarország az egy fontos viszonyítási pont volt, tehát a Womex alapítói közül, a legfontosabb hangadói közül a világzenének nagyon sokan jártak már a 80-as években Erdélybe gyűjteni zenét például. Úgyhogy mindenki szerette volna, hogyha egyszer lesz Kelet-Európában, és ha pedig egyszer lesz itt, akkor eléggé adott volt, hogy akkor először nálunk. Jó, a világzenében te most mondtál már egy-két nevet, ugye nagyon versenyképesek, hogy nagyon erősek vagyunk, tehát a muzsikástól a Csíkzenekarig, Herzko Ágitól, kezdve a Romengóig, tehát tudná cimbalibat, rengeteg nevet tudnék én is mondani, értem, nem beszélve rólad. Szóval nagyon jók vagyunk ebben, ugye hát ebben többek között azért, mert hogy népszerében jók vagyunk, ugye amit a Sebőék, Halmosék annak idején elkezdtek, az erdélyi gyűjtést, ugye. Onnantól jók vagyunk, táncházmozgalom, stb. De ugye ez a műfaj, ez azért nem rockzene. Ugye tehát nem olyan népes a hallgatósága, nem vesznek olyan sokkal lemezt, még annyit sem, mint rockzenéből. Tehát ilyen szempontból gazdaságilag ez egy nagyon speciális műfaj, és miután ugye te a hangvetőt vezeted, ugye, és ti kiadással, koncertszervezéssel, menedzseléssel foglalkoztok, hogy lehet ebből megélni Magyarországon? Hát nem csak Magyarországon, hanem azért mindenhol máshol is nehezen általában. Ki ezzel foglalkozik, az nem azért foglalkozik ezzel, mert hogy kinézi magának, hogy hol lehet a legtöbbet keresni, vagy hogy melyik a legnagyobb piac, hanem azért, mert van valami személyes elköteleződése, vonzódása a témához. Másrészt meg a világzene azért nem egy olyan, tehát nem egy szegényházi műfaj ebben az értelemben, persze más, mint a nagy popsztárok, más, mint a nagy rockzenei produkciók, de hogyha azt vesszük, hogy akkor beszéljünk kicsit a számok nyelvén is, körülbelül ugyanannyi a piaci részesedése Európában a világzenének a zenefogyasztásból, mint a klasszikus zenének, mint a jazznek, mind a három ilyen 5-7% körül van. És szemben a popzenével meg a rockzenével megvan az a jó tulajdonsága a világzenének, vagy üzletileg kellemes tulajdonsága, hogy később nőnek bele az emberek, tehát általában 35 év körül kezdődik a világzene iránti érdeklődés, rajongás, viszont onnantól meg is marad. És nem változnak olyan gyorsan a nevek, mint mondjuk a popzenében, tehát nincsenek egynyári előadók, nincsenek egysláger előadók, hanem sokkal hűségesebb a hallgatóság, tehát ha az ember itt egy nevet fölépít, akkor számíthat arra, hogy akár évtizedekig tudja azt vinni, mert az egyszer megszerzett hallgatóság annak már nem vész el. Igen, tehát tulajdonképpen ugyanaz a helyzet, mint a 60-as években indult rockzenekarok, hogy azok még ma is színpadon vannak, a utóbbi 20 évben alakultak Igen. meg egy-két nyáriak. Igen, ugye amiben különbözik a világzene például az említett klasszikustól és a jazztől, az az, hogy
az infrastruktúrája, tekintve, hogy fiatalabb műfaj, kevésbé kiépült. Tehát ugye a klasszikus zenében sokkal több pénz van azáltal, hogy mindenhol nagy-nagy állami támogatások tartják fönn az infrastruktúrát, a koncerttermeket, az zenekarokat, nagyon sok helyen államiak, városiak a zenekarok, most a szimfonikus zenekarokról beszélve elsősorban, de maguk a játszóhelyek is, azokat is az állam tartja fenn. Ugye a jazznek van szintén egy elég megszilárdult, kialakult jazzklub infrastruktúrája és közönsége. A világzene ugye egy 25 éves műfaj körülbelül, nem alakult ki és nem szilárdult meg ez a háttér intézményrendszere, és összehasonlíthatatlanul kevesebb támogatás, vagy állami pénz, vagy bármi ilyesmi van benne, mint ezekben az idősebb testvérműfajokban. No, ezt akartam is kérdezni, hogy most összehasonlítjuk most akár a Hungaroring, akár mondjuk a 2017-es 20 világbajnoksága, ahol nagyon keményen besegít az állam, nagyon nagy pénzekkel. Itt a Womex-et kaptak akár 2 forintot is? Igen, hát persze nem ugyanolyan dimenziókról beszélünk, mint egy sportvilágeseménynél, bár egyébként közönségben, turizmus vonzó erőben összehasonlítható a kettő, tehát azért itt 4000 embert várunk a Womex-re, és a zenének megvan az a tulajdonsága, hogy nagyon erősen képes hordozni image-et, nagyon képes érzelmekkel megtölteni képeket egy adott országról. Ebben talán még erősebb is, mint a sport. De az állam támogatja az itteni Womex rendezést is, sőt a legnagyobb támogatója a rendezésünknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Úgyhogy... Pályáztatok, vagy ők ajánlottak fel? Nem, pályáztunk, és ez bizonyos, a feltétele is volt a pályázásnak, ugyanúgy, ahogy egy nagy sporteseménynél, hogy föl kellett mutatnunk biztos financiális hátteret, amit gyakorlatilag egy kormányzati ígérvénnyel tudtunk felmutatni, hogy arra az esetre, hogyha nyerünk, akkor fogunk kapni meghatározott állami támogatást. Mi ezt annak idején egyébként részben, mint kulturális projektet igyekeztünk bemutatni, de nagyon fontos volt, hogy nem csak, hanem mint egy egyszerűen nemzetgazdasági szinten pozitív vállalkozást, abban az értelemben, hogy kiszámoltuk, hogy ennek a több ezer embernek, aki idejön, itt tölt legalább 6 napot egy szállodában, azoknak a szállodaszobáknak mennyi az áfája, az idegenforgalmi adója, mennyit költenek, tehát nagyjából úgy olyan mértékű állami támogatást igyekeztünk kérni, amennyit be is hoz maga a rendezvény ezen az egész közvetlen szinten. Értem, tehát akkor ezt ki kellett számolnatok, hogy nem? Nem kellett, fizet rá az állam. Nem kellett, de mi így szerettük volna csinálni, mert nem feltétlen szeretjük úgy bemutatni a kultúrát, mint amit egyszerűen azért kell támogatni, mert hát miért, mert a kultúrát szokás támogatni. Hanem azért is, mert hogy szerintünk a kultúra az... És erről kevesebbet beszélünk talán, mert mindig a startupokat említjük, amikor kreatív iparágakról beszélünk, de a zene abszolút kreatív iparág. Én ezzel foglalkozó tanulmányokat végeztem Angliában, és ebből írtam éppen a disszertációmat, úgyhogy ez nekem eléggé be van csípődve, hogy úgy mondjam, hogy egy jól működő zeneipar, és azon belül is a világzene, amelyik nagyon erősen tud helyi kulturális jellegzetességeket hordozni, az hozzájárul az innovatív iparágak fejlődéséhez, befektetés ösztönző, tőkevonzó ereje van. Turizmus ösztönző ereje van, és hogy ezeknek vannak nagyon jó számokkal alátámasztott kutatásai, tehát ez egy viszonylag megalapozott tudományág, és mi ezt szerettük volna a Womex-et arra is felhasználni, hogy bemutassuk, hogy a zenét nem feltétlenül azért kell támogatni, mert az általában állami feladat, hanem az egy befektetés is az állam részéről, ha ezt támogatja, mert ezzel, hogy kicsit újra is tudjuk pozícionálni a zenének a szerepét. Jó, mielőtt ezt kitárgyalnánk ennek az anyagi vagy gazdasági részét, azért visszatérnek oda, ahol mondtad. Én azért, amit mondtál már az előbb, hogy nem önmagában a kultúrát támogatnám vissza, én azért azt mondom, hogy ez egy olyan műfaj, ez egy olyan értékes műfaj, és akkor most megint nem sorolom föl a muzsikástól Sebestyén Mártáig, meg a többieket, meg a Csík zenekart, meg a Herzko AG-kat.
Hát ez egy olyan értékes műfaj, hogyha én ezzel bekopogtatok a minisztérium, hogy idehozom a világfesztivált ez ügyben, hogy szerintem akkor is az államnak ezt támogatni kéne. Tehát ha te egyetlen vendégészakát nem tudnál kimutatni. Persze ez egy gazdasági műsor, és én örülök neki, hogy ilyen jók vagyunk ebben a műfajban, de ezek szerint ezt megtanultad Angliába. De ha úgy kérdezem, hogy a 4000 vendég, akit említettél, ők mind szakemberek, tehát kiadók, menedzserek, koncertszervezők? Igen, a gyakorlatilag lemezkiadók, fesztiválszervezők, promóterek, ugye a nagy fesztiválok mind itt vannak, koncerthelyek az egész nagytól, tehát a Carnegie Halltól egész kicsikig, mondjuk egy zágrábi klubig, tehát egész abszolút a skála mindkét végéről jönnek ilyenek. Nagyon fontosak a nemzeti exportirodák, ugye az nálunk most éppen nincs zenei exportiroda, ugye ez is megint a gazdasági részéhez tartozik inkább a témának, de Európa legtöbb országában van exportiroda, és Európán kívül is egyre több. Tehát külön önálló világzenei? Vagy zenei, van ahol zenei általában, igen, és van ahol külön dedikáltan világzenei exportiroda működik. És még egy 10%-a újságíró, körülbelül azoknak, akik jönnek, részben zenei, részben turisztikai, vagy ilyen általános kulturális újságíró, és hát van a mindenki egyéb zenészek is, egyéb nagy számban, akik nem fellépnek, ők is jönnek azért, mert hogy itt tudnak kapcsolatokat teremteni, ismerettséget kötni, megnézik a többieket. Szóval nyilván itt rengeteg üzleti tárgyalás is. Persze, hát itt ugye a Vomex egy nagyon, nagyon komplex esemény abban az értelemben, hogy egyrészt van egy nagy vásár, ami hát hogy mondjam olyan, mint a vásárok általában, standok, kiállítók, érdeklődők, és rengeteg üzlet köttetik itt, vagy legalábbis kezdődik itt el az üzletkötés. Hát a nagy fesztiválok, meg a nagy játszóhelyek azok gyakorlatilag ilyenkor kötik le nem is a jövő évi, hanem a jövő utáni évi programjukat, tehát akik elég hosszú időre dolgoznak előre. De egy zenekar itt gyakorlatilag az egész jövő, hát mondjuk a két következő évét meg tudja csinálni, vagy annak a gerincét ki tudja alakítani, hogy hova megy, hol játszik, mennyire játszik. Úgyhogy, de ugyanígy lemezszerződések is, vagy zenekarok és ügynökségek közötti szerződések nagyon sokszor itt köttetnek. Ez ilyen értelemben kihagyhatatlan a zeneiparban, vagy a zeneiparnak ezen a részén dolgozó valaki számára. Mi a hagyomány a Vomexeknél? Nagy sztárok is föllépnek ilyenkor? A Vomex az jellemzően inkább azoknak a fóruma, vagy azoknak ideális, akik éppen most akarják a nagyugrást megtenni, tehát akik most akarnak kilépni a nemzetközi piacra, vagy most akarnak, hogy mondjam, egy árkategóriával följebb ugrani, most akarják átpozicionálni magukat, mert éppen egy új projektbe fogtak, összeálltak valakivel egy duóra, vagy tehát, hogy mindig valami újat próbálnak bemutatni, de olyan is előfordul, hogy valaki nagy sztárként jön, vagy már befutott sztárként, egyszerűen csak úgy gondolja, hogy szükség van egy újabb ingerre, hogy ne felejtsék el, lássák, hogy van új programja, van, aki ismernek arról, hogy jó videó volt 20 éve, de ő azt szeretné, hogyha azt gondolják róla, hogy ő most is nagyon jó, nem 20 éve volt. Jó, most nem akarok itt üzleti titkokat kérdezni, de ez az esemény arra is jó lesz, hogy bizonyos együttesekkel vagy énekesekkel, ha már ide jönnek, itt tárgyaljatok és megpróbáljátok lekötni őket? Persze, ez ugyanúgy nekünk is, mint mindenki másnak is lehetőség, és már eddig is vagyunk nagyon sokakkal kapcsolatban, hát részben emiatt is, de hát az elmúlt két évben rengeteg helyen voltam a világban, ahova azért hívtak, mert hogy sok helyen helybe hívják a szakmának a képviselőit, nemzetközi képviselőit, hogy helyben nézzenek meg 10-20 zenekart, akiket kiállítanak eléjük, és akkor ott lehet válogatni, vagy sokszor azért írnak, hogy tanácsot kérjenek, mentorálást adjunk ilyenkor, hogy hogyan kell fölépíteni nemzetközileg egy ilyen zenekart, mit csináljanak ahhoz, hogy jobban tudják eladni magukat, milyen árkategóriába lőjék be magukat. Ennek van üzleti része és általában meg zenei, szakmai része is. Úgyhogy igen, és mi erősen azon is vagyunk, hogy ami Nyugat-Európában nagyon sok helyen létezik, hogy olyan ügynökségek dolgoznak, amelyek gyakorlatilag egész Nyugat-Európát lefedik, tehát leszerződtetnek egy zenekart, akár Koreából, akár Latin-Amerikából, akár Európán belülről, és akkor azt ők az egész földrészen árulják. Viszont Kelet-Európában nem szervezte így meg magát a szakma, de mi az elmúlt években nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy kialakítsuk a saját networkünket a
térségben. Tehát mi ebben is jók vagyunk, hogy a térségben is szervezünk koncerteket? Ebben is most már jók leszünk, remélhetőleg. Tehát a Vomex előkészítésébe is bevontunk lengyel, cseh, szlovák, észt, lett, szlovén, bosnyák partnereket. Úgyhogy elég komoly networkünk alakult ki, és igen, az is az egyik célunk, hogy Budapest az egy, hogy mondjam, egy ilyen elosztó központja legyen a szakmának export-import irányban, tehát hogy kifelé a világpiacra is rajtunk keresztül jussanak el a térségből a zenekarok, és befelé is rajtunk keresztül kerüljenek ezekre a kelet-európai nyilván akkor egyszerűbb szerzőt tenni, a több városba el tud adni. Igen, tehát általában ennek a műfajnak az egyik lényege az az, hogy viszonylag kicsik a gázsik, tehát sokkal kisebbek a gázsik, mint mondjuk egy nagy popzenei előadó esetében, ami azt jelenti, hogy az utazási költség arányosan egy nagy része az egész költségnek. Emiatt nagyon sokat számít az, hogy az ember tud egy kis turnét szervezni, mert akkor az utazási költségek azok eloszlanak, tehát ugye fajlagosan olcsóbb lesz egy-egy koncert. Úgyhogy az egy ilyen hálózatnak a kiépítésen dolgozunk, ahol nem azért kell valakinek mondjuk Brazíliából ide repülnie, hogy adjon a műpában egy koncertet, és aztán visszarepüljön, ami nyilván a legdrágább megoldás, hanem hogy utána el tudjon menni Pozsonyba, Prágába, Poznanba, Varsóba, vagy Bécsbe, Zágrába, és akkor már sokkal jobban megéri. Nem is az, hogy megéri, hanem hogy akkor egyáltalán így lesz lehetséges, hogy ő eljön a térségbe, mert egyszerűen nincs az intézmény, aki képes legyen rendszeresen megfizetni azt, hogy csak azért jöjjenek ide előadók, hogy egy koncertet adjanak, aztán repüljenek is vissza. Igen. Tudom, hogy programigazgatóként nem ez a dolgod, de milyen lehetőség ez a magyar zenekaroknak, énekeseknek, hogy eladják magukat? Hát, de ez is a dolgom részben, mert amikor mi kitaláltuk ezt Lelkes András és Liber Endre barátommal, hogy szeretnénk idehozni a Vomexet, akkor az egyik legfőbb célunk az volt, hogy ez 4 évvel ezelőtt történt, hogy az akkor éppen egy kicsit megfakult imázsát a magyar népzenének valahogy felfrissítsük, mert hogy azt láttuk, hogy nem tudatosak a magyar zenekarok abban, hogy ők hogyan mozogjanak nemzetközileg, mit csináljanak ahhoz, hogy hívják őket, hogyan kell olyan kapcsolatokat teremteni, amelyekből aztán valamilyen karriert tudnak nemzetközileg is építeni. És azóta hát nyilván a Vomexnek csak az egyik eszköze, ebben nagyon sok minden történt, hála Istennek, tartottunk képzéseket is a zenekaroknak arra, hogy hogyan kell pályázni a Vomexre vagy hasonló eseményekre, és ha az ember ott van, akkor ott hogy kell sikeresnek lenni, és ha sikeres volt, akkor azt hogy kell kihasználni. Tehát sokat foglalkozunk ezzel, és szerintem most jöhet egy új sikeres korszaka a magyar népzenei szcénának ebből a szempontból, mert ugye volt a 80-as, 90-es éveknek a nagyon erős aranykora a muzsikással, az ökrössel, az andodrommal és még sokakkal másokkal, és aztán volt egy kicsit apályos időszak, amikor nem nagyon kerültek ki új produkciók a nemzetközi szintérre. Másrészt nagyon divatba jött a Balkán, illetve a Balkánról is a részfúvós, tehát a rezes bandáknak a divatja, ami a földrajzi közelség miatt egy kicsit, hogy mondjam úgy, árnyékba tette, vagy egy ilyen holdfogyatkozásszerű módon kitakarta a magyar zenekarokat a nemzetközi tekintetből. És most az elmúlt évek építkezése szerintem oda vezetett, hogy pont a legjobbkor jön a Vomex, ami a nagy ugródeszka, tehát most kell mindenkinek ezt kihasználni itthonról, és hát ezen vagyunk, hogy ezt lehetőleg a zenekarok minél inkább kitudják. Sok zenekar fog szerepelni a programban Magyarországról, részben a Cimbalom Duo, a Buda Folk Band és Herz Kuági a főprogramban. Van a megnyitó, ami mindig a Vomexnek egy kiemelt eseménye, amire külön kell pályázni, tehát a dacára annak, hogy mi szervezők voltunk idén is, pályázattal nyertük el a megnyitó rendezésének a jogát is, ahogy egyébként egyszer már 2011-ben akkor is mi rendeztük a megnyitót. Akkor egy ilyen magyar népzenei körkép volt Kopenhágában, részben annak a sikere is vezetett oda, hogy mi most sikeresen tudtunk a rendezésre pályázni. Idén pedig Kárpát-medencei cigány népzene lesz a témája, ez is egy körképszerű, részben egy történeti íven mutatja be az itteni cigányzenei hagyományokat, amiben az egész egyszerű
vokális, táncos zenétől a már gazdagon díszített kávéházi cigányzenéig lesz egy ív, ebben szerepel majd Olá Attila, aki a Felvidéki Ifjú Szívek Táncegyüttesnek volt a szóló táncosa, aztán a Romengo, akik egy a szatmári vokális alá cigány hagyományt adják, Paja Bea, Csálinberger, akiről azt kell tudni, hogy ő egy belgiumi szintó cigányhegedűs, aki viszont teljesen hibátlanul megtanult magyarul. Akit honosítottatok. És teljesen hibátlanul. És teljesen hibátlanul, ha lehet így mondani, beszéli a kalotaszegi népzenét is hegedűsként. Úgyhogy ő lesz benne még, illetve Szalonna és Bandája, akik pedig ugye részben a kárpátaljai, illetve szatmári hagyományból, ugye Murzsa Gyula volt Szalonnának a mestere, és ugye az a része a vonós bandák hagyományának, ami a legcizelláltabb volt, hogy úgy mondjam, és ebből fejlődött aztán ki, hogy ez volt a leginkább az alapja a kávéházi. És mi volt a szempont, amikor kiválasztottátok őket? Elsősorban úgy, hogy őket lehetne jó menedzselni, az ő zenéjük eladhatóbb, vagy úgy, hogy az ő zenéjük a most a legjobb? Hát nyilván mind a kettő, tehát mind a kettő szerepet játszott, másrészt a megnyitó az mindig egy egyedi produkció, aminek saját dramaturgiája van, el akar mondani egy történetet valamilyen módon, tehát az is számított, hogy ki hogyan passzol ebbe a történetbe, ki milyen szerepet tud benne játszani. De igen, a Vomex az alapvetően azért egy vásár, tehát arra való, hogy akik ott föllépnek, azokat lehetőleg az ott jelenlévő fesztiválok, koncertigazgatók, kiadók próbálják leszerződtetni. Másrészt a Vomex azért egy hibrid esemény is, abban az értelemben, hogy itt az üzleti jelleg mellett egy fesztivál, és a fesztivál az nyitott a közönség számára is. Hány helyszínen lesz a Vomex? A Vomex, ha földrajzilag nézzük a helyszíneket, akkor 4 helyen zajlik majd. A Bálnában van a kiállítás és a konferencia rész, illetve a filmfesztivál. Ez az, ami inkább a szakmának érdekes. Például a Bálnát hogy választottátok ki? A Bálnát úgy választottuk ki, hogy amikor a pályáztunk, akkor még a Bálna nem volt, nem működött. És a Millenárissal pályáztunk eredetileg, viszont a Millenárisnak a környéke, illetve akkor még úgy nézett ki, hogy maga a Millenáris is fel lesz újítva, és hogy éppen hogy talán befejeződnek a munkálatok, mire jönne a Vomex, és ezt volt egy pillanat, amikor az akkora kockázatnak látszott, hogy váltanunk kellett. Értem. Viszont addigra a Bálna már megnyitott. Nincs egyébként nagyon sok hely Budapesten, ahol ilyen méretű rendezvényt lehet csinálni. Azt hittem azért választottak a Bálnát, mert olcsó. Nem feltétlenül, nem ez volt a fő szempont. Akkor, amikor váltanunk kellett, akkor az volt a szempont, hogy úristen, nagyon gyorsan valahol kell találni egy másik. Mert ugye a Bálna elég helyet. Kihasználatlan, sokáig nem is találták a funkcióját. Hát igen, bár amikor oda mentünk, akkor még nem tudtuk, hogy pontosan hogy lesz a Bálna, mert akkor éppen akkor kezdődött az egész, akkor nem sokkal azelőtt nyitott, és kicsit attól féltünk, hogy nem lesz-e majd túlságosan belakva, mire jön a Vomex, vagy hogy le lehet-e kötni 5 napot ennyi idővel előre. Jó. Rögtön vége van a műsornak, úgyhogy még egy kérdésre azért van időm. Nem gondoltatok erre, hogy a Vomex ürügyén lobbiztok azért, hogy legyen exportiroda? Dehogy nem, sőt, nem csak hogy gondoltunk, hanem igyekszünk is mindenfelé mondani, hogy szerintünk ez nagyon fontos lenne. Ugye volt exportiroda, aztán szép lassan elhalt különböző átalakítások után. Ha nem is feltétlenül abban a formában, mint ahogy működött, de én azt látom mindenhol, ahol exportiroda működik, hogy az nagyon jót tesz a helyi piacnak, illetve egyszerűen valóban exportorientált gazdasági ágazatként kezd el működni a zene, és ennek tényleg van komoly üzleti és export potenciálja. Jó, mert ha ebben a műfajban ilyen jók vagyunk, akkor jó lenne ezt exportálni. És a magyar kultúra javára. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszontlátásra.